megjött a nyár, végre beindult az élet. A mai műsor vendégei pedig arról gondoskodnak, hogy az egész nyáron mindenki megtalálja magának megfelelő szórakozási lehetőséget fesztiválok formájában. A mai műsor vendégei Kovács Antal, azaz Fezen Tóni, szeretettel köszöntöm. Köszöntöm én, sziasztok! És itt van velünk Turbók János, Turbina, az Agárdi Povstrand szervezője. Igen, köszönöm szépen. És hát nagy öröm tényleg, hogy itt vagytok, és köszönhetlek végre titeket, mert hát ugye néhány héttel ezelőtt, mondhatjuk így, hogy néhány héttel ezelőtt még egyáltalán nem volt semmi sem biztos. Ugye tavaly nem volt Fezen, most lesz egy kicsi liget, illetve hát reméljük, hogy nem kicsi, mindenkinek azért elég széles kínálat lesz idén is. És hát a Popstrand pedig dübörög már 44-szer. Igen. Beszéljünk egy picit itt a műsor elején arról, hogy hogy éltétek meg. Bár ezt most nagyon idézőjelesen kérdezem, mert nyilván rosszul ezt az időszakot, de ez azért eléggé szép egy másfél év volt így rendezvények szempontjából. Hát nem tudom, kezdett-e Jancsi, vagy kezdjen? De. Hát nekünk a legszörnyűbb az egészben, de szerintem az egész szakmának az a kilátástalanság volt. Tehát az, hogy az ember szervezett valamit, utána lemondtad, akkor megszervezted újra, akkor megint lemondtad, és gyakorlatilag görgettél magad előtt egy csomó rendezvényt, egy csomó jegyelővételt, visszaváltottad, újra beletetted a pénzt a kampányba, kivetted belőle, és ahogy az előadók, a technikusok, a technikai cégek, a szervezők nem tudtak semmit, úgy nyilván mi sem tudtunk semmit, tehát hogy átszerveztünk két teltházas klubszezont, ősztől tavaszig ugye nyilván elengedtük a első fezent, aztán csináltunk egy pótfezent, azt is elengedtük, aztán pótfezen, pótfezennyét is elengedtük. Azt. Szóval ez volt igazából szerintem az egészben a legőrítőbb, hogy közben ugye erodálódnak a szponzorok, a közönség elveszti a hitét, a bizalmát az egész szakmába, és ugye biztos, hogy Jancsi is ezt fogja megerősíteni, hogy hát ugye legelőször a rendezvényeket zárta be a kormány vagy a vírus, és nyilván legutoljára azokat nyitja ki. És mellette meg, anélkül, hogy bármilyen politikai ajtót kinyitnék, nyilván a legszörnyűbb az a egészben az az, hogy ellentmondásosak ugye gyakorlatilag az intézkedések, amit ugyanúgy nem értesz, hogy miért mehet foci egyre sok ezer ember, aztán koncertre nem most, akkor mehetnek koncertre csak védettségivel, de aztán 5000 fő alatti település 1500 főig tarthat falunapot. Nem nagyon értem. Azt értem, hogy zárjunk be, értem azt, hogy legyen védettségigazolvány, ezeket értem, mert hogy járvány van, nyilván történelmi helyzet, mindenkinek alkalmazkodnia kell hozzá. Mi egyébként nem feltétlenül panaszkodhatunk, mert ugye a klubokra meg a fesztiválra is nyertünk pályázati pénzt, tehát hogy nagyjából át tudtuk vészelni egyébként ezt az időszakot anélkül, hogy el kellett volna bocsátani a kollégákat. Ez nyilván egy rendkívül nagy szerencse, de hát ugye most ott állunk, hogyha ez a szezon sem működik, vagy nem sikerül jól, vagy legalább közepesen, akkor nyilván elkezdjük azért mi is vakarni a fejünket, hogy hogyan tovább. Ugye azért a Fezen az hát világszínvonalú is, mondhatjuk így, a fesztiválok között, és hát mondjuk most, amit sikerült megszerveznetek, az egy kis testvére lehet mondjuk ennek, korlátozva az idő is, meg hát az előadók is, hogy nem lehet egyszerre több színpad, és akkor több fellépő. Az mennyire ért titeket negatívan? Vagy hát nyilván az öröm benne lehet, hogy lehet szervezni, de hát azért ez mennyire hozza vissza majd azt, amit reméltek? Hát itt, tehát mi azért nem a fesztiválból élünk, ezt azért nyilván látni kell. Tehát, hogy gazdaságilag lehet, hogy egy ilyen helyzetben még szerencsésebb is, hogy maga a fesztivál elmaradt, hiszen úgy, hogy az ember nem tudja produkálni azokat a külföldi produkciókat, amikre egyébként az emberek elsősorban jegyet vesznek, úgy nyilván ez nem biztos, hogy meg tud állni a lábán. Ez a maga a liget, az ugye egy abszolút pót koncepció volt, meg az is. Kifejezetten egyébként, most örülök is, hogy a Turbina is elhozta ugye a plakátot, hogy kifejezetten ugye figyelve arra, hogy ne üssük a Plázsnak a programját, ne üssük egyébként a Popstrandnak a programját, hiszen gyakorlatilag ezek az előadók nálunk egyáltalán nem találhatóak meg, és a mi előadóink se egyébként a Popstrandnak a line-upjába. Mindenképpen egy hiánypótló dolgot akartunk csinálni, ami kifejezetten a székesfehérvári közönségnek szól. Tehát őket akartuk elsősorban kárpótolni azzal, tehát amiatt, hogy a Fezen ugye nem tudott megvalósulni. Én hiszek benne, hogy ez a
liget, meg ez a fiatalosabb arculat, amit most ugye ez a rendezvény sorozat képvisel, ez tényleg hiánypótló. Nem tudom, hogy hagyományteremtő, mert nyilván jövőre fókuszálnánk inkább a 25 éves jubileumi fezenre, ugye azt szervezzük elsősorban. Polgármester úr, az önkormányzat nyilván eldönti, hiszen egyébként ez egy próba most idén az, hogy Székesfehérváron ennek van-e relevanciája. Nyilván kiderül, hogy az emberek mennyire szeretik a fezennek a területét egy hónapon keresztül, és mondjuk nem a belvárosban vannak ingyenes rendezvények, amit én ugye rendkívüli módon üdvözlök, én nem szeretem az ingyenes rendezvényeket. Úgyhogy meglátjuk. Az, hogy sikerül, nem tudjuk. Időjárás függő, egyelőre úgy látjuk az elővételeket, meg a visszacsatolást az emberektől, hogy örülnek neki, várják, csak a legjobbakba tudunk bízni. És nálatok így a Popstrand életét mennyire befolyásolt ez? Megmondom őszintén a Tónival ellentétben, hogy most a fesztiválok, és nem akarok most célozni, sokszor olyan szavakat használtak, amely egyenlő a felelőtlenséggel, tehát az agári Popstrand türelemmel, megértésével vette tudomásul, hogy egész Európában nem voltak koncertek, nem voltak fesztiválok. A fiatalok ezt nem tudták, ma sem tudják, hogy igazából tudomásuk kellett vennünk felnőtt módjára, hogy nem lehetnek fesztiválok, mert a koncert az nem foci, egy koncert az nem foci. Tehát egy igazi koncert, mondjuk egy Lagzi Lajcsi, mondjuk az ott nincs gond, vagy ezek a nem tudom milyen zene. Mert most, igazi, hogy az igazi koncert? De egy igazi koncert az egy különleges abból a szempontból, hogy ott szájmaszk, stb. Nem lehet egymás nyakába. Tehát mi ezt úgy reagáltuk le, hogy türelemmel és megértéssel. Egy rossz szót nem mondtunk, hanem küzdködtünk, ez igaz mi is, mert háromszor szerveztem már tavaly a programot, és próbáltam a közönségtől azt kérni, hogy legyenek ők is feles gondolkodású megértőek. Nem is volt semmilyen politikai felhang, tehát semmi egy olyan nem volt olyan rosszindulatú szó, hogy diszkrimináció, meg bezártság, meg ez, meg az. Erre büszke vagyok, hogy ezt le tudtuk így kezelni. Na most az agári Popstrand így egyszemélyes hely, azt tudni kell, nincsenek kollégák, tehát én titkárnő, kertész, marketinggel, szervező, talán igazgató, műszak is, telepítettem 9 szabadtéri színpadot 44 év alatt. A nézőtér le van vízre vezetve, tehát dréncső van végig a nézőtéren, mindenre volt energiám, ültettem 250 fát és bokrot egyedül, illetve a fiammal pontosabban, de nincsenek dolgozóink, és ebből kifolyólag így könnyebben át tudtuk vészelni. De ami a zenekarokat illeti, gond volt az örökös átszervezés, tologattuk, hogy hátra engedélyezik. Végül az 500 fősben nem mehettünk bele, mert az agári Popstrand nem 500 fős, tehát tudomásul kellett mennünk, hogy hitelrombolás lett, hogyha 500 fő jön mondjuk egy tankcsapdára, vagy egy huligenszre, tehát ebben nem mentünk bele, és azt hiszem jól döntöttünk. Idén pedig itt a program, amikor korábbi években minden elkészült április közepén, sőt, ezt a műsort már tavaly júliusban kiírtuk a Facebook oldalainkon. Ezt a műsort tavaly július 31-én bizakodást akartunk, optimizmust akartunk az embereknek, a fiataloknak. Tehát általában készen vagyunk teljesen április közepén. Na most gondoljatok bele, hogy most 5-6 nap alatt kellett mindent, de hát mi már sok mindent megértünk, agári Popstrand, és vagyunk. Ez a 44, ez nagyon nagy érték, és erre büszke vagyok, kedves fehérváriak. De azért ahhoz képest én nem látom, hogy olyan nagy különbség lenne mondjuk a 2020 előtti, tehát amikor még normál kerékvágásban ment a Popstrand, vagy nem tudom, így a plakát alapján nem látom, hát, mivel tavaly leszerveztem tavaly júliusban, és nálunk egy nagyon fontos szempont van, hogy az agári Popstrandon soha nincsenek külföldi zenekarok. Mi a magyarokban gondolkodunk, a magyar zenekarok, világszínvonalok totál megfelelnek a mi igényeinknek, és a mi négy generációs közönség elfogadja, hogy magyar zenekarok vannak a Popstrandon. Ebből mondjuk könnyű, nekem látszólagosan könnyű a dolgom. Ezek a zenekarok pedig olyanok, hogy itt nem találsz alternatív zenekart, nem találsz technót. Ez nekem 45 éves véleményem, a alternatív rombolja a fiatalok lelkét. Így kimerem mondani a kamerába, az alternatív eltűnik, a techno eltűnik, nem marad meg, és nálunk 45 éve, mert én Budapesten már korábban elkezdtem a tevékenységemet, nálunk nincsenek ilyen zenekarok. És erre mondom, még egyszer büszke vagyok.
Picit majd fogunk azért beszélni a programjaitokról is természetesen, de még egy picit térjünk arra vissza, hogy akkor ezt az időszakot mire tudtátok ugye használni? Így, hogy mondjuk nálad, hogy már megvolt a készterv, így azért nem lehetett annyira nehéz, bár a szervezés az igen. Ti pedig, ha jól tudom, akkor a 2022-es jubileumira kezdtetek el készülni. Hát ugye elsősorban nyilván a nemzetközi előadók miatt ugye körülbelül másfél év mire egy adott fesztivált összeröksz, tehát hogy bármennyire hihetetlen, ugye nyilván az ember már tárgyal a 2023-ra is, hiszen muszáj benne lenni a külföldi turnékba vagy a vérkeringésbe. Nyilván emellett, hogy az ember szervezte a 2022-es jubileumot, nekünk arra ment el egyébként az időnk, hogy vészkijáratokat építettünk a Fezen klubba, újra húztuk a erős áramú rendszert, mit tudom én, vettünk lámpákat, amiket fölraktunk, tehát hogy egy picit csinosítgattuk, kipofosztuk, ugyanez le a helyzet a Petőfivel is. Hát nyilván a technikai cégünk az alszik, most talán egy picit kezd föléledni, meglátjuk, úgyhogy semmi másra nem tudtuk, mi sem nyilván kvázi elütni az időt, csak az, hogy egy picit fejlődjünk, hogy amikor egyszer majd újra elindul az élet, akkor egyébként nyilván az adott program az megvalósítható legyen azzal, hogy az ember kinyitja a kaput és fölkapcsolja a fölkapcsolót, meg hát vártunk és reménykedtünk. És ti? Te? Hát én ilyen nappal kertészkedem. Tudni kell azt, hogy én egy megszállott kertész vagyok. Valamikor oda jártam az egyetemre, és nálam a növénynek lelke van. A turbina ilyen, a vadrocker, de a növénynek lelke van, és nagyon komoly asszályok voltak az elmúlt időszakban. Akár ősszel, akár most tavasztal is a velencei tó vízszintje 102 centi, tavaly több volt 30-35 centivel, és a turbina ilyenkor áraszt, és füvesít, és mindent csinál, és nagyon szépek a kertészeti dolgok, tehát a fák, a gyepszőnyeg, nálunk őszgyep van a közönség alatt, legyen az akár dangcsapda vagy Edda koncert, az őszgyep, ott heverésznek a csajok, a srácok élvezik a vízpartot, és tényleg szép a környezet, és meg se kottyan egy tangcsapda koncertem, ugyebár szombaton lesz a Dagári Popstrandon 19-én, meg se kottyan a őszgyepnek, mert ezt keményen gondozom, ősszel is, tavasszal is, nyáron meg ma is locsoltam például, No, hát akkor kanyarodjunk egy picit vissza, ha már így a Kertészeti Egyetemet említetted. Picit beszéljünk arról, hogy hát nagyon-nagyon hosszú évek óta csináljátok mindketten azt, amiben benne vagytok. Hogy indultatok el, és hogy jött a rendezvény szervezés egyáltalán? Kisebben mondom, hogy 76-ban kerestek meg a Gárdiak. A későbbi velencei tevő nagyfőnök keresett meg, magázott, 5 percet kért a Kertészeti klubjában egy koncerten, és kérte, hogy csináljak egy nyári kekket Agárdon, mert semmi nincs, semmi, annál is kevesebb. És lejöttem 77-ben szemétszállító pótkocsikon az Omega, a Piramis, az EGT, az Edda, szemétszállító pótkocsikon összeláncoltuk, elvitték a szemetet, összeláncoltuk, és így kezdődött, és már korábban is elmondtam, a közönség nagyon mellettünk van. Valamit értékre az Agárdi Popstrandban, valamit szeret. Vagy a magas színpadot, vagy a gyepszőnyeget, vagy a teljesen normális műsort. Tehát valamit jól csinálhatunk, hogy megmaradtunk 44 évig. Én tényleg végigkísértem a magyar popszakmát. Szégyenem kimondani, hogy 70-es évek közepétől, már ennyire azért nem vagyok öreg, de azért a számokat nem lehet megmásítani. És annyi mindent láttam, annyi minden megszűnt, nagy szuper helyek, valamiért megszűntek. Akár Budapesten, akár az országban, az Agári Popstrand pedig virágzik, és a szombaton várja a vadrockereket, a rockereket, a szórakozni vágyokat, mert igazság az, hogy Magyarországon most szabadság van, szabadok vagyunk, Európával ellentétben ki lehet mondani, hogy Magyarországon lesznek koncertek, szinte sehol nem engedélyeztek meg Európában koncerteket. Magyarországon szabadok vagyunk, ugye Tóni? Szabadok. Így. Szabadok vagyunk, és lehet menni. Hát határozatilag mindenképpen. Igen, lehet menni. Miénk a nyár, használjuk ki, és élvezzük azt, hogy a magyarok többsége normális értékrendű, beoltotta magát. Aki nekem úgy telefonál, hogy én nem oltottam be magam, hát az megismeri a turbinát, megismeri, mert mindenkinek a magánügye, hogy ki oltja be, mert ki nem oltja be magát. De a többség szerencsére eltotta magát, és mi ezt tudomásul vettük, hogy ez most egy öröm, és használjuk ki.
Egyébként ez a rendezvényszervezés, a szervezkedés, az mindig is a véredben volt, még, amikor még egyetemista voltál? Mert hogy ott is, ott kezdted ezeket a szervezni. Voltam egy takarítónő is 73-mal, tehát nem titkolom, minden ilyen... Tehát minden voltam már, ma is meg fogom a sertőtésig, úgy dolgozom, mint a többiek. Nem, ez elmondom, mi kell ez végül is, egy pici kis talpra esettség, azon kívül észre kell venni a zenei bravúrokat. Tehát most, ha te nem veszed észre, hogy az Edda hangszerelése világszínvonalú, akkor ne legyél ilyen szakmában. Tehát vannak olyan zenekarok Magyarországon, amelyek tényleg az Omega is az volt, csak abban a rendszerben nem tudott kitörni. Tehát vannak magyar zenekarok, igenis világszínvonalúak, hogy a sportban is azok vagyunk. Hát ne tagadjuk el, örüljünk neki, hogy a sportról egy kicsi ország vagyunk, kis nemzet, de sportban, tudományban, kultúrában benne vagyunk az első között. És tehát legyünk büszkék a magyar zenekarokra, különféle stílusokban, igenis, szuper színvonal. És aki nem vesz észre, az ne csináljon el menedzserést. A más, hogyha egészet rendezni, csinálni, hát az nem egy egyszerű. Összefogni azért, az nem egy egyszerű dolog, de hát 44 az 44. Nálad hogy jött a... Hát én amikor, akkor születtem kb. Amikor úgy Jáncsi kezdtetek. 75-ben kezdtem, akkor... De jó neked. Hát, ugye jó, nem jó, a Fred se tudja. Ugye hát, gyerekként, amikor elkezdtem én zenével foglalkozni, akkor ugye arról beszélgettünk így ízlelgetve a saját tehetségünket, meg rátermettségünket, hogy hű, de jó lett volna a 60-as, 70-es években lenni tinédzsernek, mert hogy akkor biztos, hogy az ember többre viszi. Ezt ugye nyilván nem tudjuk meg már soha. Nekünk ugye abszolút lázadás volt az első Fezen, tehát semmi másról nem szólt, csak arról, hogy ugye akkor jött be ez az őrült szkúterláz, és aki addig rockkoncertre járt, az is elkezdett diszkókba menni. És ugye mi amatőr zenészként azt láttuk, hogy addig volt 2-3-400 ember a gyerek a koncertjeinken, aztán lettek 50-en. És egy abszolút helyi underground önszerveződés volt, hogy csináljunk már egy fesztivált, lássuk, hogy egyáltalán van-e még közönség, és hát hál' Istennek lett. És hát ugye ilyen béna kacsaként nyilván létrejött recsekbe ropogva az első szabadtéri fesztivál. Még emlékszem, hogy az akkori basszusgitárosunk a katonaságtól lopott ki sátorlapokat, és annyi pénzünk volt, hogy a mezőgazdasági boltba vettünk kötelet, és akkor a sátorlapokból meg a kötelekből csináltunk színpadfedést a Virágparki szabadtéri színpadon. Hatékony lehetett. És igen, és még emlékszem, hogy a Takács Tomi, ugye, aki az első vagy a második napi fellépő volt, nem tudom, ugye sok fehérvári zenekar mellett, hát természetesen kaptunk esőt. Hát. Ilyenkor miért ne kapna az ember esőt, és így állt a színpadfedés alatt, és ugye itt az esővizet, ami folyott Polyra át a ponyván. Más volt nyilván, nekünk az volt a hőskorszak, hát nyilván ugye utána elkezdtünk mi is foglalkozni ugye a 70-es, 80-as évek magyar rock dolgaival, meg hát ugye mi is rengeteget jártunk a Postandrát. Én ugye még a hobó tátrai formációját, ugye azt én állandóan néztem ott, hát én nyilván ez az én gyerekkoromban hát, benne van. Úgyhogy ezért is úgy gondolom, hogy próbál az ember figyelni a másikra, ami talán egy unikális dolog, hogy nyilván az ember próbál figyelni a konkurenciára, akit nem is biztos, hogy konkurenciának kell egyébként tekinteni, mert a piac az mindig előrefele viszi egyébként az üzletágakat, szerintem mindegyiket. Hogyha az ember a másikat el akarja taposni, akkor mindig bajba kerül, tehát hogy teljesen felesleges. Úgyhogy sokkal inkább egyszerű szerintem együtt dolgozni, mint egymás ellen. Nekünk ugye így indult ez az egész, tényleg azt mondom, hogy nyögve nyelve eljutottunk odáig, hogy 10 éves lett a Fezen, ugye már új helyszínen 2007-ben, akkor jöttek ugye az első másod-harmad vonalbeli külföldi produkciók, mi is kifejezetten magyar fesztiválba gondolkoztunk mindig. Viszont ugye a fesztivál műfaj, ami nem ugyanaz, mint a rendezvénysorozat, a fesztivál műfajnak a fejlődését talán pont a sziget érdekeltségű produkciók befolyásolták annyira, hogy ugye elkezdtek olyan színvonalú, meg olyan ismertségű külföldi produkciókat vásárolni, hogy ahhoz, hogy az ember egyébként bármilyen szinten ringbe maradjon, még hogyha sokkal kisebb ringbe is, mint ugye a sziget, ezért muszáj volt elkezdeni a külföldiek felé nyitni. Plusz ugye a fesztiváloknál egy őrült nagy hiba, hogy mindenki minden fesztiválon föl akarja léptetni az összes magyar zenekart, ami egy borzasztó nagy baromság. Ebből a szempontból nyilván én csak dicsérni tudom a Postrandot, mert soha a szándékot se láttam, hogy aztán ott tényleg mindenki ott legyen, megvan a saját
kis kultúrája, benne van az, azok az elvek, amiket a Jancsi elmondott, tök jó, működik, látszik, tehát hogy ennyi. Nekünk más volt az utunk, nekünk föl kellett vennünk egy csomó ügybe a kesztyűt. Nagyon nehéz volt nyilván úgy külföldi produkciókat válogatni, hogy na ki az, aki egyébként a következő szezonban hiánypótló lesz. És ugye nekünk pontosan ezért volt először 2011-ben, mit tudom én, a Dream Theater, mert hogy annyira nem volt fesztivál produkció, hogy nem is volt a Szigetnek meg a többi fesztiválnak erre fókusza. És ilyet lám-lám, hirtelen ott lett 10 000 ember, hű, akkor ez egy jó választás volt. Akkor nyilván, amikor nekünk a nagy áttörés az 2013-ban volt, amikor egyébként ugye tudtunk Deep Purple-t venni, ami már sokszor volt Magyarországon, de fesztiválon nem nagyon. És nyilván az, hogy Fehérvárról lemész a Kertvégébe és ott játszik a Deep Purple, annak azért meg én életemben először akkor söröztem a Fezenen a cégtársammal így, mikor fölment az Ian Gillan a színpadra, akkor kocintottunk egyet, hogy na ezt a dolgot is hál' Istennek megértük. De egyébként a Fezen is kifejezetten magyar produkciókra lőtt az elején, nem terveztük egyébként, hogy ebből egy ekkora dolog lesz. Nyilván rendkívül sajnálom, hogy most így a járvány miatt ez a 2020-2021-es év kimaradt, de hát a 2022-es 25 éves jubileum az remélem, hogy pont olyanra fog sikeredni, mint amilyenre számítunk. Említetted, hogy sok változás volt, mert ugye egyszer még egy korábbi beszélgetésünkben emlékszem, mondtad, hogy ugye próbáltatok azért ragaszkodni a műfajokhoz, ami ugye egy ilyen törzs gárdát vonzott, de hát aztán kellett egy kicsit haladni, és mondjuk lett Rúzsa Magdi, akár, vagy Honeybees, vagy felsorolhatnék egy csomó mindent, ami inkább a pop vonal. Figyelj, ha rajtam múlna a Fezen, akkor minden évben AC/DC meg Totó lenne, mert hogy én ezeken szocializálódtam, popzenébe ragaszkodnék ahhoz a fajta minőséghez, amit annak idején a Prince és a Jackson képviselt, mert nekem ezek jelentik azt. És, de aztán rá kellett jönnöm, hogy ahhoz, hogy az ember, bocsánat, hogy így fogalmazok, ne dögöljön bele abba, hogy na most ő akkor idén is fezenezik egyet, ahhoz viszont be kell engednem azokat a fajta populáris előadókat, akik kell lehet, hogy én nem feltétlenül tudok azonosulni. Ettől függetlenül a zsűri, ahogy ugye alapvetően a közönséget hívjuk, a zsűrinek viszont van rá igénye. És ugye nyilván a hazai zenekaroknál ezeket le kell válogatni, hogy kik azok, akik egyébként még a mi értékrendszerünkkel is minőséget képviselnek. Én nagyon-nagyon sokáig óckodtam attól, hogy egyáltalán bármilyen DJ-t beengedjek. Viszont azt látom, hogy például a Fezen klubban is hiába csinálunk mondjuk mi is Tankcsapdát, vagy mondjuk most hétvégén P-Mobilt, vagy ami nekem nyilván jelent valamit, mert hogy azokon nőttem föl, én rocker vagyok, rockzenét szeretek. Ettől függetlenül tudomásul kell vennem, hogy egyébként egy általam nem ismert DJ trió behoz 4-5-6-700 ember. Pislogok ott a pult végébe, hogy kik ezek, de hát ettől függetlenül nyilván kinyitom az ajtót, és még így is azt mondom, hogy sokkal inkább örülök annak, hogy a Fezenben vannak, tudom, hogy mit kapnak, hogy jó szól a színpad, hogy vigyázunk rájuk, stb. Mert nyilván egyébként a Popstrandnak is az alapvető, és anélkül, hogy én bárkit minősítenék, de az alapvető ereje az az, hogy oda az ember kikapcsolódni megy. Na most ugye nyilván ez egy rendkívül fontos dolog, hogy maga a szervezőség, és talán ebből a szempontból egy követ fújunk a Jancsiba, szolgáltatsz. Kiszolgálod az embert, vigyázol rá, ez egy iszonyú fontos dolog. Ez ugyanaz, mint amikor oda küldesz egy biztonsági őrt a bejáratba, és ő úgy gondolja, hogy ő azért biztonsági őr, mert majd agyonveri. Én mindig kirúgom ezeket. Mert te azért vagy ott, hogy vigyázzál rá. Hogyha hülyén viselkedik, akkor meg kell mondani neki, hogy itt nem viselkedsz hülyén, szépen menjél ki szellőzni. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy pont az emberközpontúság, meg az, hogy én úgy gondolom, hogy a Fezennek is a mai napig megvan a lelke. Tehát, hogy nem hagytuk el a rockereinket. Nyilván mindig van egy-két prüszkölő, hogy most miért van a Tankcsapdával egy időben Majka. Édes kicsikém, hát akkor te most a Tankcsapdát nézed, és nem a Majkát. Hát nyilván a Majka rajongó, meg a Majkát nézi, és nem a Tankcsapdát. Hát ezek a viták mindig meglesznek, de úgy gondolom, hogy mi is nagyjából azért az eredeti koncepciónkhoz hülyek tudtunk maradni, tudtunk annyit újítani, hogy tényleg egy általános átfogó kép legyen a Fezennek a line-upja korosztályilag is. Úgyhogy hát változtatni meg egyébként úgy gondolom, hogy kell. Én lennék a legboldogabb egyébként, hogyha ugyanazon a szinten lehetett volna tartani egyébként a fesztivált, mint ahol egyébként elindult. Tehát, hogy tényleg az, hogy volt napi 11 vagy 12 amatőrzenekar, a nap végén volt egy Kispál az egyiken, a másikon egy Takács Tamás, és ott volt, mit tudom én, 2000-4000 ember. Hát ma már ilyet nem tudsz. Még egy érdekességet elmondanék, hogy azért Tony Mefosztlepén az első fesztivált a Turbina rendezte. Na, úgy tessék. Hívtuk, hogy Eddások országos találkozója. Mm. Se Sziget nem volt, se volt fesztivál nem volt. Sőt, a volt fesztivál mai főnök, a Lóbemény Norbi
90-es években rendszeresen hívott, hogy Turbina, te figyelj, akkor ez, és akkor az, és akkor ez hol. A volt fesztivál, azért később indult. Tehát az első fesztivált én rendeztem az Eddásokkal. Ötnapos, folyamatos program. Ez az Edda tábor volt? Edda tábor, és nem sokat csináltam, 11-et, tehát nem olyan veszélyes. Egyszer, 11-et, és ott volt 4-5 ezer ember, volt véradás, ott jött be a véradási dolog országosan később, parlagfűgyűjtés, Eddások szedték a parlagfűvet, tehát rengeteg jóságos dolgot csináltak, és 5 napon keresztül, tehát sátor, tábor, esténként koncert. És utána jött a Sziget, majd később a Volt Fesztivál, tehát ez így, de most tudnák reggelig beszélni arra, mit csináltam én Magyarországon először, hát így látszik, van bennem valami, és még egy dolgot nem mondtam a Popstand kapcsán, ez nagyon fontos, hogy a Agárdi Popstand emberléptékű. Tehát elmész egy fesztiválra, láttam már fotókat biztos, ott állnak a hangyák, és nézik a videókivetítőn a zenekart, mint valaki a Szexet is a tévében nézné, és én ezt nem tudom elfogadni, hogy én hangja legyek egy koncerten, az Agárdi Popstand pont emberléptékű, tehát látod a sztárnak a izzadság cseppjeit, mert eleve a színpad széles, és a klasszikus a nézőterünk. Tehát klasszikus, nem ilyen keskeny, és hosszú hurka a közönség, és ez még a titkunk, hogy emberléptékű, nagyon fontos. Mind a ketten egyébként a bulikat belecsempészitek. Na most persze a koncertek is bulik, csak hogy ugye már említetted a DJ-t, hogy azért vannak, de hogy tényleg mind a kettőtöknél így mondtam. A koncertek után azért van rá lehetőség. Ja. Volt is nekem is benne részem, nem egyszer, nem kétszer, mind a két helyen, hogy nagyon jó kis bulikat csináltam. Hát igen. És ott te is nyomod a zenét. Turbina, igen, Dance Beach, tavaly előtt lánykoros voltam tudtomon kívül, 10 hónapig voltam lánykoros, hát én ötször haltam meg majdnem, és a Szent György Kórház dolgozói hírtak be, hogy valami nem stimmel a járásommal, nézése meg a járása, és akkor kiderült, hogy a Turbina lánykoros, ami totál ízületi gondokkal jár, tehát sátikáltam, csoszogtam minden, és akkor a Dance Beach elmaradt, mert ösztönösen nincs erőm, de 26-ától, nem most szombaton, megint Turbina Dance Beach a kikötőbe, ott azt adok neki. Tehát ott nincs tuci-tuci, meg alternatív, igaz, hogy te mondtad, Tony, AC/DC, igazi velőzenék vannak, örök értékű zenék. Kicsit inkább ilyen retro, nem? Retro, hát... Most jelent meg új AC/DC, mitől retro? Ja, ne szórakozz. Nagyon lényeg az, hogy mondtad, beszélgettünk a programról, na akkor elmondom neki egy pár dolgot azért, már itt vagyunk. Jó, beszéljünk magunk akkor között, róla. Kedves fehérváriak, tehát 19-én Agárdi Popstand kinyit, hála a jó embereknek, hála a vakcinának, és igenis hála annak, hogy a többség, a magyar többsége felfogta, hogy ennélkül nem megy. Ennélkül, vakcina nélkül nem megy. Tehát szombat a nyitás, tankcsapda, dinamit. Hát nem egy egyszerű koncert lesz, kicsit lazulunk egyet, feloldódunk, és kérdeztél ilyen sztorikat, akkor elmondom a dinamit sztorit, hogy 79-ben az Agárdi Popstand a legelső dinamit koncert. Világszínvonal volt hangszerelésben, igazi modern rockzene, Vikidál Gyulával, és akkor is be voltunk tiltva, ugye, és ezt a bulit, mert a buli egy omega piramis betűtesen egy nagyon fontos fehérvári ember intézte el a Videóton, akkori vezérigazgatója, és a dinamit koncert megvolt, de Vikidál Gyula kicsit idegileg kikészült, mert premier koncert lesz, nem lesz, nem lesz, és elküldtem a Gyulát nyaralni, kivéreltem neki szállodával szobát, és mondta, hogy Turbina, ugye elhiszem, én még soha nem nyaraltam. 1979-ben, Vikidál Gyula. Most a ideg is kirázott, 79-ben, én még soha nem nyaralt, és én meg elküldtem nyaralni, és olyan jól esett neki, hogy hát ilyenek vagyunk. Na. Jó, most ha már így beszéltünk róla, akkor kicsit a kamerának is megmutatom a szép színes nyári színek. Plakátotokat. Nyári színek. Hát van itt minden. Igen, nyári hát a, színek. Ugye Edda nem maradhat el soha. Hát, hazajönnek, azt mondják, ők hazajönnek Agárdra, de Eddások, igaz is. Meg hát Ergo, Neoton, tehát mindig mindenki, aki számít, az ott van, de vannak azért néha-néha újabbak is. Hát sajnos, most Tóni biztos meg fogsz lepődni, nagyon úgy érzem, hogy nem jó az utánpótlás, tehát igazából jöhetne egy pár olyan hooligans típusú zenekar, például, pedig nem fiatalok, azt nem mondom, de sajnos az én szemszögemből nézve, tehát az én, nekem
nekem különleges világcik a zenei igényem, tehát kevés az utánpótlás, akik tényleg be tudnak lépni egy Edda, egy tankcsapda, egy bikini színvonalba. Tehát mondjuk a Mobilmánia az újnak tekinthető, ilyen a bajnok, újnak tekintett a Mobilmánia. Rengeteget alkotnak, rengeteg új, ők a legtermékenyebbek szinte a Mobilmánia, de ők se újak, most ironikus voltam. Tehát hiányzik a szóval a 70-80-as években jöttek a zenekarok, jöttek egymás ez után, és ma nem érzem ezt a dolgot. Meg nem érzem az új zenéket, amik az a zene lesz, emlékszünk rá 20 év múlva is. Uh-huh. Most nagyon kritikus voltam, de mindig ilyen vagyok, tehát én nagyon várom, hogy kicsit a magyar művészek aktivizálják magukat, mert hiányérzetem van, és ez elég kemény most így elmondva, de én, mert 45 évet végigéltem a pop szakmában, én látom, hogy mondom még egyszer, annyi zenekar előjött, LGT, Omega, és most ezt nem érzem, vannak ezek a dal, meg ilyen, meg olyan vetélkedők, és így nézem, hogy hátam valaki. És itt is akkor mondjuk, hogyha már ilyet említesz, a Vastag Csabi ott van évek óta, aki ugye X-faktoros volt. Igen, Vastag Csabi ott van, de ő sajnos nem átütő, valahogy nem átütő, de tehetséges, meg normális, tehát vannak, olyan popsztárok, akik sajnos nem úgy élnek, meg nem példamutató mondjuk az életmódjuk, vagy a viselkedésük. Ez nagyon fontos, nálam nagyon fontos tendencia, hogy a gyerekre, a fiatalra jó hatást fejtsen ki, és a Vastag Csabára ilyen, egy normális megjelenés, és az a közönség, aki bejön a Vastag Csabára, inkább a lányok, de ott megkapja azt a stílust. Nem egy vadrocker, de hát ezért agányban színes. A nyári színek tartalmaznak egy csomó többféle stílust, ami a 44-es azt jelenti, hogy elfogadott. Ismerős arcok is van. Igen, hát ők egy különleges lelki ügyem, nekem az ismerős arcok, a számot ismeritek, szóval én ezzel azonosulok, megmondom őszintén, én nemzet szerető vagyok, és az ismerős arcok egy külön kategória. Beszéljünk egy kicsit a Ligetről is. Most ugye július hónapra korlátozódik ez a kisebb fesztivál. Mi minden lesz? Most indultok ti is a hétvégén. Még nem Ligetként indulunk. Most egyelőre csak ugye az eredeti június-július-augusztus koncepcióból ugye a júniusi és augusztusi programok azok átszervezésre kerültek, és annyi ugye a most hétvégén lévő P-Mobil koncert, ez bekerült a Fezen Klub a beltérre. De ugye ez még így innentől kezdve nem Ligetként üzemel, hanem nyilván ez egy standard P-Mobil koncert, aminek nyilván rendkívül örülünk, hogy végre van a Fezen Klubban újra, ugye itt volt egy kis nézetártés zenekarra, összefésültük, és akkor most van. De mi hivatalosan ugye július 2-án indulunk. Ugye ez az 5 hét végés júliusban, ez 12 rendezvényt jelent. És hát talán egy mosódásunk van a turbinával, műfajilag nálunk is lesz egy első emelet TNT, egy ilyen kvázi retro kombó. Ugye most úgy oldottuk meg, hogy a 3 hónapi programokat azt összehoztuk 1 hónapra, és olyan erősebb kombókat csináltunk, hogy mondjuk a Kovács Ákos mellébe ment a Honey Beast, ugye a vendégprodukciónak, vagy a Bagosi mellébe ment a Margaret Island. Úgyhogy ezek vannak nálunk, ugye tényleg így mondjuk úgy, hogy a kiemelkedő neveket említve, ugye van Well Hello-nk, Halott Pénzünk, Majkánk, Horváth Tamásunk, vannak olyan kombóink, hogy egybe van a Ród és a Lord, akkor egy másik rock metal bulin, ugye egybe van a Depresszió, az Alvin és a Mókusok és a Paddy and the Rats, akkor a Ruzsa Magdi elé bekerült a Fehérvári Blaha Louisiana, akkor mint mondtam az Ákos mellé a Honey Beast, a Bagosi mellé a Margaret Island, és akkor 2-án lesz egy felvezető buli, ahol a By Alex és a Carson Coma lesz a kezdő. Van egy Netz partink, ami ugye abból a szempontból lesz kiemelkedő, hogy mindenhol éjfélkor van Netz parti kezdés, nálunk ez egy matiné lesz ugye délután 6-tól este 10-ig, vagy délután 4-től este 10-ig, ami úgy gondolom, hogy rendhagyó. Szerintem jók, ugye van egy Horváth Tamás és Majka közös rendezvény, ugye ami idén mindenki, ja hát megbocsánat, majdnem elfelejtettem, hogy ugye van egy LGT a Dala Miénk című produkció, ami ugye egy ültetett vasárnapi rendezvény,
ahol ugye a Csík zenekar játszik LGT dalokat, ugye a Presser Picivel meg a Karácsony Jancsival közösen, ami egy most induló turné. Rendkívül örülünk, hogy ez hozzánk jött. Ami még talán kiemelkedő, hogy ugye július 10-én nálunk kerül megrendezésre a Fejér megyei Szent György Kórháznak a dolgozói napja. Ugye ott 1500-1800 dolgozót látunk vendégül, akik délelőtt 10-től már délután 4-ig kimannak. Tehát ezt ilyen jótékonysági formában kell lehetni? Hát és természetesen beengedjük őket az esti koncertekre ingyen. Meg hát ugye polgármester úrral egyeztetve a Well Hello Halott Pénz közös bulin lesz egyébként ugye a elmúlt két ballagási évfolyamnak ugye egy ilyen kvázi kompenzációként ugye ők ingyen fognak tudni majd erre a rendezvényre kijönni. Én úgy gondolom, hogy ha az időjárás velünk van, és mindenki belátta azt, amit egyébként a Jancsi is elmondott, hogy jelenleg ez vakcina nélkül nem megy, és tényleg ezt én is többször lenyilatkoztam, hogy itt most egy picit el kell engedni az egyéni dolgokat. Tehát, hogy ez egy közösségi ügy. Ha valaki el akar menni egy teljesen mindegy, hogy rock vagy pop koncertre, de többet magával akar érintkezni, akkor azt úgy szabad megtenni, hogyha védett. Hát most, hogyha valakinek nincsen meg ez a fajta társadalmi felelősségvállalása, mert ez most az, akkor nem szabad elmenni. Akkor tényleg otthon kell maradni, és kell otthon duzzogni, hogy őt bezárta a kormány, a vírus, amit tőlem bárki. Ha meg egyébként az a mondás, hogy ki akarok szabadulni, el akarok menni a Popstrandra, a Ligetbe, a Fezenre, a bárhova, akkor ennek jelenleg ez az ára. És ezt a dolgot tudomásul kell venni, hogyha most az ember beoltatta magát, akkor el tud menni szórakozni, ha nem oltatta be magát, akkor nem. Úgyhogy mi is nyilvánvalóan minden egyes kritériumnak, ugyanúgy, hogy gondolom az összes fizetős rendezvény meg fog felelni. Fertőtlenítünk, védettségigazolványt kérünk, nem tudunk más csinálni, nyilván alkalmazkodni tudunk. Most már egy pár hete, hónapja azért vannak rendezvények, amik úgy látom, hogy sikeresen megugrották. Nem egy bonyolult dolog, az emberektől kell egy pici belátás, hogy mondjuk pont 10 perccel korábban menjen, mint szeretne, mert mire lefertőtleníti a kezét, előveszi a védettségét, a személyét, az applikációt, a bármi, bemegy, nyilván mindenhol azért lemotoznak, hogy mindenki biztonságban, tehát biztos, hogy egy jó pár másodperccel hosszabb lesz a beengedése miatt, a procedúra miatt, mint egyébként. Ehhez kell ugyanúgy az emberektől, meg tőlünk is egy kis türelem. Szerintem más áldozatot nem kell hozni, oda kell menni a színpad elé, és teljesen mindegy, hogy a Popstrandon, a tankcsapdán, vagy nálam a Majkán, ott kell csápolni, és tényleg a lehető legjobban érezni magunkat. Az előbb említetted a biztonságot, még egy kicsit korábban. Voltak azért olyan helyzetek nálatok is azért, ami hát necces volt, mondom szóval így finoman. Szerint. Tehát volt olyan, hogy én mondjuk pont emlékszem erre, hogy az Ákos koncert közepén esett le szerintem az éves csapadékmennyiség, és akkor mindenki bement a sátrakba, és akkor nem tudtunk kijönni jó sokáig. És emlékszem, hogy ilyen fadarabokat, így valakik letettek fadarabokat, hogy ki tudjunk a pocsolyákon keresztül menni. Tehát, hogy adódnak ilyen helyzetek. Mire emlékeztek? Mi volt a legemlékezetesebb ilyen jellegű akár... Turbinának talán nagyobb a merítése. Nekem a az volt, amikor 1994-ben, szeptemberben egy pénteki napon, most ez meg fogtok lepődni, nagyon nagy vihar volt a Gárdon, és másnap Tomega Népstadionban, akkor mi Népstadion csinált egy nagy koncertet szombaton. Én meg pénteken láttam, hogy micsoda őrült vihar, fák kidőltek, és láttam a Omega színpadképét, csütörtökön mentem a belépőimmel, hogy felépítették a budai várat, olyan hatalmas díszletek minden, és a Turbina felemelte a telefont. És a Kóbor Jani pont egy nap felhívott, beszéltünk sok mindenről, és még mindig megköszönte, hogyha nem emel fel a telefont pénteken, akkor nem kapnak 20 percet, és pont a Scorpionszal a Kóbor megjött felé egy repülőtérről, főpróba, és a Turbina telefonált, senki nem ellenőrzött, hogy igaz-e vagy nem igaz, elkezdtek leengedni, pakolni, lefedni. Időjárástól nekem ez a legemlékezetesebb, és büszke vagyok, hogy 86 ezer ember végül végtombolt, a végélvezte az elsős Omega koncertet, és egy telefonon múlott. Most így kell élni. Így kell élni, emeljük fel a telefont, segítsünk, ahol tudunk. Nálunk a dal erről szól, sőt, és meg fognak lepődni, kedves fejváriak, a Turbok Jani 1995 támogatja a Szent György Kórház dolgozóit gesztusértékű tiszteletjegyekkel, és még négy kórházat. Négy kórház, öt kórház, Agárdon,
tombol, szórakozik, nem olyan régóta, tehát 1990 a Kovács a doktor úrra kezdtük el, 1990-ben, és a keresztapám volt, a Kovács Tiborról van szó. Nem, a főor, a kórházi orvos, nem. És orvosigazgató, és hát szóval erre büszke vagyok, hogy ilyenek vagyunk, és támogatjuk a gátvédőket és a határvédő honvédeket, sorolhatnám, de ez így kerek, hogy ahol tudunk, ott segítünk, és ezen múlik a gesztusok. Hát meg az odafigyelés, a másikra való odafigyelés. Igen. Hát ugye ugyanúgy, ahogy nálunk is volt a Betesdának gyűjtése, de ezek szerintem rendkívül fontosak. Meg ezekre az emberek felkapják a fejüket, tényleg nem csak a feszültség van, nem az egymás nyírása, hanem tényleg egy pici odafigyelés, teljesen mindegy, hogy a gyerekekre, a gátvédőkre, a kórházra, bármit, csak ott tényleg legyen egy kis figyelem. Erre szerintem rendkívül jó és abszolút univerzális nyelv a zene. Tehát, hogy ebben szerintem abszolút egyet tudunk érteni, mert ez egy olyan összetartó erő, ami nincsen meg egyébként a többi művészeti ágban. Tehát a zene az közös nyelv. Ízlésre nem szabad vitatkozni, ez ugye egy alaptanulság. A véleményem ettől még van nekem is nyilván bizonyos magyar, meg egyéb produkciók irányába is, de ez fontos, hogy van egy darab közös nyelv, és erre föl lehet fűzni egyébként egy csomó mecenatúrát, amit föl is kell. Ami ugyanúgy felelőssége a Popstrandnak, ahogy nekünk, ahogy egyébként egy önkormányzatnak, egy szigetnek, egy bárkinek. Aztán ki él vele, ki nem. És olyan emléketek van-e, ami kicsit viccesebb, vagy ilyen nagyon olyan pozitív emlék? Vagy olyan kiemelkedő, ami mondjuk szokatlan? Hát csináltam kb. 40 tábort, ugye 11 EDA tábort, Republic, Lord, Ergo, Manhattan, reggelig sorolhatnám, hát voltak azért vicces dolgok, kellemes dolgok. Hát, ez a tábor azt jelenti, hogy tényleg az EDA-t kivéve a több, az kisebb fesztiválnak volt mondható, ezek mind 5 napos táborok voltak, most 5 nap alatt azért egy kisebb 400-500 vagy 1000 fős fesztivál azért minden tartalmaz, tehát millió lazulás, tehát mindenki mindenkit ismert, adott rajongó táborok találkoztak az országból, hát nem olyan sok, 40-et csináltam, most gondolkodnom kéne, és ebben rengeteg vicc volt, és humor, és öröm, és hát igen, ilyen is volt. Első emelet, például első emelet kezdte igazából az ilyesmit, legelőször első emelet nap, így kezdődött. A zenekar lejött egy napra Agárd, az egynapos volt, és egész nap gatyában, trikóban együtt a csajokkal például. Hát szóval azt látni kellett volna, hogy milyen visítás volt, mert a legaktívabb, legvadabb esmert rajongók, hát 99%-ban lányok voltak, megkapták a zenekar test közelben. Millió poén, millió... Hát szóval ezt nem lehet igazából elmondani így, aki ott volt, írják, felejthetetlen. Ezek vagyunk. Nálatok? Nekünk, hát időjárásilag, én úgy gondolom, hogy a 2019-es évben volt egy számomra nagyon érdekes dolog, ami nem is elsősorban időjárás, hanem hogy egy zenekari hozzáállási dolog volt. Kaptunk ugyanis egy tényleg őrült nagy vihart, tehát hogy így hirtelen jött egy 70-valahány a szél irdatlan mennyiségű esővel, és történt az, hogy az aznapi kvázi gag fellépő, ugye retro műfajba jött Thomas Anders, ugye a Modern Talkingból, és hát gyakorlatilag az öreget úgy kellett levezényelni a színpadról. Mert neki mindegy volt, hogy keresztbe verte a színpadot az eső. Ugye előtte az Ákos produkció félbe maradt, mert eldöntötte a lézert, a szél, meg mindent, tehát hogy elég komoly kár is keletkezett. És gyakorlatilag az amerikai hardcore zenekar behisztizett, hogy ő nem megy át a sátorba, mert nagyon esik az eső, nem olyanok a körülmények, stb. És pont két olyan előadó, az egyik egy holland DJ volt, aki azt mondta, hogy neki teljesen mindegy, hogy mi van. Itt van a közönség, itt van a cucc, amit kért, ő le akarja játszani a szettjét. Mondom, szuper. A másik meg az öreg Thomas Anders volt, aki elkezdett játszani, gyakorlatilag olyan vihart kapott, ami én biztos lejöttem volna az első. Ő azt mondta, hogy nem, hát itt van Isten tudja hány ezer ember, megkapta a gázsiát, ő lenyomja a bulit. Mondom, nem nyomjuk le a bulit, mert meghalsz. Tehát, hogy áram van, fedés van, iszonyú szél, stb. És rendesen úgy kellett levezényelni. Számomra egy rendkívül pozitív csalódás volt. Én nyilvánvalóan az életkoromból fakadóan, hiszen de jó neked. Akkor kezdtem, amikor, vagy akkor születtem, amikor a Jancsi kezdte. Nyilván nekem ezek a tábori élmények kimaradtak. Nekem ezek
a saját kútfőből megoldott kvázi poénok, amit ma már egy ilyet csinálnék, abban a pillanatban kirúgnék bárkit a stábból, hogyha valaki sátorlapból és mezőgazdasági kötéből szőné gyakorlatilag a színpadfedést egy romos szabadtéri színpadra. Tehát ez már nyilván egy teljesen másik szint. Nyilván van egy pár olyan emlék, ami ilyen megmosolyogtató, vagy egy picit kritikus. Nekem a legnagyobb stressz egyébként a Fezenen az a 2015-ös Judas Priest volt. Amikor tényleg ott volt a Judas előtt mondjuk 9-10 ezer ember, másik kisebbik színpadon megjátszotta, azt hiszem, hogy a Punani Masszív, nem tudom már pontosan. És jött az öreg a Judasból, a menedzser, hogy ő addig nem engedi föl a zenekart, amíg játszik a másik színpadon valaki. Mondom, nem, bocsáss meg, hogy gondoltad? Hát ez egy fesztivál, le van ez írva valahova? Hát mondom, megkaptad a szendvicset, melegételt, a viszkit, a ízét, mindenbe? Megkapta, persze, tök jó, a színpad is tökre rendben van, ő addig nem játszik, amíg ott van bármi. Mert hogy egyszerre egy időben csak Judas Priest lehet, de mondom, ez nincs leírva. És hát ugye fél órán keresztül ettem a kefét, hát nem küldhetem el az anyjába a Judas Priest zenekart, mert hát mégiscsak a Judas Priest gyerekkorom. A másik meg egy olyan produkció, ami nyilván évente egy teltházat csinál a Fezen klubba, ott áll előtte 2-3 ezer ember szintén, akik élik a bulit, most mit csinálják? És akkor hát annyit tudtam csinálni, hogy mondtam a Judas Priest zenekarnak, hogy rendben van, akkor vége van annak a produkciónak, és akkor utána, amíg Judas van, addig nem indul el semmi. Az úgy jó, az úgy jó. És akkor fölment a Judas Priest a színpadra, én megmondtam a másik színpadnak, hogy akkor indulhat. És hát nyilván az öreg jött villámokat hányt, és csúnyán beszélt, de hát hál' Istennek le tudott menni a Judas Priest, az mondjuk egy ilyen kritikusabb dolog volt, de hát nyilván Jancsi hazai szinten is, meg bármilyen szinten azért ezek a sztorik, amikor előjönnek a sztáralűrök, az indokolatlan dolgok, annak ellenére, hogy rögzítve van tényleg az utolsó utáni dolog a szerződésben, nyilván a hazaiaknál pláne úgy, hogy az ember azért bizalmi alapon is tud tárgyalni produkciókkal, mert évtizedes kapcsolatod van velük. Ennek ellenére mindig jöhet egy hisztis művész, aki rosszul kelt fel, elhagyta a csaja, tegnap berúgott, éppen nem rúgott be, tök mindegy, hogy mi. Sok a változó, mondjuk úgy, hogy a műfajban ez szül egy csomó kellemetlen, meg nyilván kellemes percet is, de hát ez talán a sava borsa. Hát nekem tényleg hát a szerencsém van, mi a popsztárok a szavakból is értjük egymást, tehát azért elég szigorú vagyok, nem látszik rajtam, hogy én szigorú pasi a turbina, de ha kell, akkor szigorú vagyok, de mi szavakból is megértjük egymást. Még ez sztória, Tori mondta, hogy hány zenekarázott meg, ebben a világrekord nálunk az Edda volt, ugye? Az Edda majdnem minden évben elázott, főleg a táborok, akkor több koncert volt, és ennek az érdekesség az, hogy mosolyogva viselték el, Isten, az a közönség élvezte. Ez annyi olyan jó volt látni, hogy élvezték, hogy esik az első, persze a nyári zápor az más, mint egy őszi tavaszi vihar, és akkor mentem egy három hölgyhöz, akik szintén élvezték. Hány évesek voltak csajok? Hát már elmúltunk 80. Úgy maradtam. Én azt hittem, hogy kihozom belőle egy vizes pólósztól, de mondom, hogy 80 volt. Esőben Edda, és elmúltak 80 évesek. És ők is élvezték. Na most akkor fiatalság, most mi ezt élvezzük így. Hát voltatunk ilyen esőköpeny, de nem esernyő, de már meglepődtem. Na vannak ilyen sztorik. Ez sztori volt akkor tényleg. A műsor vége felé egy-egy utolsó gondolat. Van-e, tudom, hogy nem mondhattok ilyet, de van-e kedvencetek? Nálad szerintem tudom. Kedvenc előadótok, aki a top. Magyar vagy egyáltalán? Akármely. Bármilyen. Szerintem neked az Edda a szíved. Hát emberileg, zeneileg, szövegileg, ma hideg most kirázott. Mondtam, hogy szövegileg. Szóval a bele... olvasunk a Pataki Attila szövegeibe, bátran leülünk és hallgatjuk a lírai számait, ezt tanítani kéne. Na most nekem ez meggyőződésem, hogy ez olyan lírai értéket hoz létre az Attila, zeneileg világszínvonal. Tehát jobban bele kell hallgatni a hangszerelésbe, és nekem az Edda magasan, és erre büszke vagyok. Neked? Hát nekem magyar produkciók közül, hogyha meg kell fogalmaznom, akkor nekem mindenképpen a Tátrai Band volt az, ami egy nagyon-nagyon magas zenei, szövegi, hangszerelési szintet hozott. De nem is nagyon értem, hogy egyébként most erre a fajta muzsikára nincs igény, de én számomra, tehát én meghallgatom mondjuk a Tátrai Band, hogy bármikor elém kerül mondjuk a Fekete Madár című dalot, ott leülök. Leülök, és tényleg beleélem magam, átélem.
Hazai produkciók közül én sose voltam Eddás, tehát hogy sokkal inkább voltam egyébként a régi mobilos. Tehát azt a Phoenixes korszakot, azt kifejezetten szerettem. Nekem a külföldi produkciók közül, én nekem sajnos, ha tetszik, hanem még mindig az ostoba négy akkordos AC/DC viszi a Primet. Én eddig kétszer láttam őket élőbe, mind a kétszer letaglózott, és azt mondtam, hogy tényleg le a kalapa, hogy 60-70 év között ilyen energiával, meg elementáris erővel tudnak játszani. Rendkívül jók a dalok, hogyha leveszed belőle, hogy nem elrikácsolva, hanem elénekelve vannak, akkor tényleg mindegy. Szóval nekem így ez. Lehet, hogy két véglet, hogy az egyik túlságosan emocionális, dallamos, a másik annyira nem. Hát ezek vagyunk. Akkor ezek szerint saját magatokat is meg tudjátok azért néha örvendeztetni, nem csak másokat. Hát igen, mert mondom, nálam fontosak az emberi értékek is, meg én mélyen belehallgatok minden zenében. Hát meg az Erdának azért 1979-ben, te még egy... Már négy éves te voltam. Voltál. Négy éves voltam már, Jancsi. Hát adtam az évfelfedezetje díjat 1979-ben a Kertészeti Egyetem klubjában, hát ez megtörtént dolog, és hát kicsit már elmentek az évek, de az AC/DC-vel kapcsolatban, itt háromszor lép fel a popsom, az AC/DC, háromszor. Egy, kettő, hol a harmadik? Három. Nem, az a Csaba vár. Háromszor kell. Egy, kettő, hol a harmadik? Ott, Varga Miki, mobil már. De jó szemed, jó van, ott van. Ez egyetértek egyébként. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen. Egy nagyon-nagyon szép nyarat kívánok nektek. Köszönjük szépen. És reméljük, hogy a jövő évben mind a két jubileum majd úgy sikerül, ahogy szeretnétek, normálisan, a régi kerékvágásban, vagy újabban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönjük a meghívást. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet. Most a nálatok Mizu néhány hétre szabadságra megy, ismétléseket láthatnak a következő hetekben, aztán megújult erővel térünk vissza. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!